know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody drop when I'm in it. Everybody know I'm on. You roll when it click, click, do. Try to say that it's about to be a fun. Perceken belül elkezdődik a Jégkorong Erste Liga negyeddöntőjének, mondhatjuk az első mérkőzése, amelyen a Csíkszeredai Sportklub a Gyergyói Hoki Klubot fogadja. Most egy díjátadó lesz. És a díjátadón pedig az Erste Liga alapszakaszának legjobb játékosának járó díjat vehet át Bece Tihamér, a Csíkszeredai Sportklub játékosa, aki azonban civilben állt a jégre ezúttal, hiszen egy mérkőzéses eltiltását tölti. Érdekesség, hogy a játékvezetők, két főbíró az Magyarországról érkezik, Varjú Árpád, illetve Wolf László személyében, segítője egy gyergyói, illetve egy csíki vonalbírók lesznek, Andri Attila, illetve Krisán Hunor Flavius személyében. Azt is mondhatjuk a két keretre ránézve, hogy egyik helyt sem sincs meglepetés, és akkor nagyon gyorsan felsorolnánk, hogy a gyergyói csapatba vendég oldalon Kuk kezd, ugye ő az Erste Liga alapszakaszának a legjobb kapusa, segítője Rucó Gellért, elsősor Szent Amant, Koskiránta, az a Koskiránta, aki csapatkapitányi C betűt viseli, Szabó Pál, Krisztián Troncsinszki, illetve Kozma Zsolt, a második sorban Pánce, Szigeti, Silló, Podlipnyik, Fejes, harmadik sorban Csergő, Benedek, Bíró Gergő, Ferenc Csibi, Timur Rasulov, míg a negyedik sorban Sára, Elekes Darabont, Barabás, Lázár, illetve Nagy Csaba. Hazai oldalon Maxim Szamánkov kezd a kapuban, míg a padon Adorján Őrs van, az első sorban Blackwater, Koms, Yellowhorn, Wishart, illetve Salló, második sorban Taratuhin, Fodor, Bíró, Kuljás, illetve Pap Szabolcs, harmadik sorban Részeg, Rokaj, Köszenánu, Farkas és Györfi. És itt egy Koskiránta lehetőség, a röviden próbálta meg meglepni Szamánkovot. A negyedik sor a Sportlumnál, ahogy már megszokhattuk az elmúlt meccseken, egy csonka sor, három csatár, és Sándor, Gecse Olivér, míg egy hátvéd, Szabó Zsolt Ákos került fel a bírói lapra. Az alapszakasz során a felek osztoztak a győzelmeken. A Sportklub hazai pályán beúszta mind a kettőt, mint Gyergyószent Miklóson a GHK-t tudott nyerni két alkalommal, de ez rájátszás. Azt szokták mondani, hogy itt egyes egyáltalán nem számít az, hogy mi volt az alapszakasz során, és mindenki úgymond a nulláról kezd. Itt egy gyergyói kispad reklamált volna egy 2 percet, Bíró Gergő esett el a palánk mellett, játékvezetők nem láttak szabálytalanságot, és akkor itt egy Fodor Csanád lepattanó lövése. A tavalyi szezon ugye épp a Sportklub és a Gyergyó zárta egymás ellen, akkor az elődöntőbe találkoztak, és két csíkszeredai mérkőzést követően összesítésben 2-0-ra vezettek.
kellett volna a párharc, kellett volna átmenjen Gyergyószent Miklósra, ám ez a fránya koronavírus, ez a járvány időszak közbeszólt, és a bajnokságot befagyasztották, senki nem ilyen szezon végről álmodott, reméljük, hogy ezúttal ez az idei szezon le tud menni annak rendje és módja szerint. Tisztelettel köszöntöm én is, hölgyeim és uraim! A mai mérkőzésen egy igazi hoki ünnepnek lehetnek a képernyőkön keresztül szemtanúi most a tisztelt nézők, és ahogy a tegnapi Erste Liga ellenfélválasztás sajtótájékoztatóján is elhangzott a Gyergyői Klub részéről, hogy nagyon sajnálják, hogy ezt a gyönyörű hoki ünnepet nem lehet egy teltházas párharccal, teltházas mérkőzésekkel mindkét csarnokban megrendezni, hiszen továbbra is nézők nélkül zajlanak ezek a meccsek. 2,5 perc eltelt az első játék részből, eddig több gyergyői próbálkozást láthattunk. Szamánkov kapujánál a sportklub még nem igazán tudott eljutni Kuk kapujáig, ahogy Attila is mondta, annak a Jordan Kuk kapujáig, aki az alapszakasz legjobb hálóőrének bizonyult. Ez megsüvegelendő teljesítmény, hiszen annak ellenére, hogy a csapata csupán a 7. helyen zárta az alapszakaszt, ő mégis az első pozícióba végzett a kapus ranglistán, úgyhogy ez tekintélyt parancsoló adat. Még a túloldalt a tapasztalatra szavazott bizalmat a Jason Morgan hozó Levent edzőpáros, hiszen Maxim Szamánkov az, aki ma a kapuba áll. Mindkét oldalon vannak neves hiányzók, ugye említettük Bece Tiamér egymeccses eltiltás miatt hiányzik, de most nézzük Komszot, aki behozza a harmadba a korongot, és egy kapuvasat is lő tőle megszokott módon. A bal oldalon tört be a kapura is, úgymond rossz oldalról engedte el a lövést, hiszen balkezes játékosról beszélünk a rövid sarok irányában. És most egy téves bírói ítélet a mi meglátásunk szerint, hiszen tilos felszabadítást fújtak a játékvezetők, azonban Fodor Csanád volt az, aki elsőként odaírta a korunkhoz, és a hibrid tilos felszabadítást kellett volna a játékvezetők alkalmazzák, és továbbot nincsenek, de ez nem történt meg, így a sportklub harmadából lesz ezúttal a bedobás, tehát mint mondtam, Bece Tihamér az egyik hiányzó, illetve a túl sok légiós miatt ma nem kap lehetőséget Matteo Tussignon, Alexander Loginov, valamint Justin Mailen sem a sportklubban, illetve még két hátvéd hiányzója van, Ládai Tamás és Gecse Hugo személyében. Ők mindketten kisebb sérülésből lábadoznak, ők a hétvégén sem voltak a Galac elleni páros mérkőzésen, sem voltak játékos keretben, úgyhogy továbbra sem számíthat rájuk az edzőpáros. Míg a túloldalt is van egy neves hiányzó, Joe Basaraba a kanadai csatár személyében, aki ugyancsak egy sérülésből van felépülőben, és még nem tud a csapat rendelkezésére állni. Közben a gyergyőiak vehették a saját kapu mögött birtokba a korongot, ezt Kozma volt az, aki indított egy támadást, azonban ez elakadt, és most már Szentamán, aki Koszkirántához játszik, Koszkiránta középre től, el is lövi a korongot, visszalőtt a rövid sarok irányába, azonban Szamánkov résen tudott lenni, majd egy gyönyörű ütközés. Láthattunk a sportklubos játékosok részéről, és örömmel konstatáljuk, hogy Pap Szabolcs viszont, aki a Galaci második mérkőzés utolsó perceiben nagyon fájlalta a csuklóját, és nem is tudta folytatni akkor a mérkőzést, most keretben van, és jégen is láthatjuk, ő Denis Kújásnak a backpárja ezen a mai mérkőzésen. És pont ő az, aki most megszerezte a korongot, és igyekezte Fodort indítani, aki viszont csak a harmadból kijuttatni tudta a korongot. De ez elegendő volt egy cserére, mindkét oldalon cserélnek. A sportklubnál most a harmadik sort látom, Rokaj részeg is. Köszönni Anu az, aki csatársorba fenn van, míg a hátvédsor az Györfiből és Farkasból áll össze. Farkas az, aki kapu előtt takarított. Köszönni Anu próbált meghúzni egy csert a gyergyőjátékossal szemben, azonban
ez nem sikerült neki. De most ugyancsak ő gyűjti be a korongot, azonban ismét Bíró Gergő ütőjében elakadt ez a korong, és Györfi az, aki bátran előre tört is egy távoli löket, ami nem jelenthet gondot Kuk számára. A lövést Rokai Norbert engedte. Érdekesség, hogy a tavalyi elődöntő párharc második mérkőzésén az ő öccse Rokai Szilárd, aki közben Miskolcon a DVTK Jeges Medvék csapatában pallírozódik ebben a szezonban, ő volt az, aki két alkalommal is be tudott találni Kuk kapujába, és így alakult ki ez a 3-1-es végeredmény a második mérkőzésen, és az volt a tavalyi rájátszás utolsó mérkőzése is, hisz utána jött a lockdown, és gyergyói mérkőzésekre már nem került sor. Közben a sportklub próbál lehorgonyozni a gyergyói harmadban. Blackwater az, aki odaáll a bulihoz, tehát az első sorban benne sportklubos oldalról. Blackwater, Combs, illetve Yellowhorn. Hátvéd sorban pedig Visart és Sallu. A gyergyóiak részéről pedig, ha jól látom, akkor a második sor van fenn. Igen, Fejes és Podlibnik a hátvédek, a csatársorban pedig Pánce, Szigeti és Silló azok, akik próbálkoznak nehéz perceket okozni a sportklubnak. Közben egy les volt, így a sportklubos harmad előteréből lesz a bedobás. Ezt sikerül is Blackwaternek elhozni a korongot. Azonban egy nagyon rossz passz Salló részéről középre tette a korongot, kicsit felelőtlenül a sportklub hátvédje, így megkaparintották azt a gyergyóiak, azonban nem hosszú időre, így már túloldalt Blackwater az, aki a kapu mögött próbál játszótársat keresni. Yellowhorn sikerül is megtalálni neki, Yellowhorn Sallóhoz továbbítja vissza a korongot, majd a kapu mögött Combs, aki birtokba veszi játékszert, Combs cselez és ismét Sallóhoz továbbít, aki egy távoli löket ezt próbált meg, is bele is sikerült érni a kapu előtt, azonban kapuig már nem jutott el a korong. Blackwater volt az, aki próbálta kapura tenni a korongot. Combs cselezget, közben a többiek elmentek cserélni, egy újabb Sallú lövés, ami nagyon veszélyes volt takarásból. Azonban Kukról kijön a korong, továbbra is Combs fordulatból teszi kapura a korongat, és Kuknak sikerül ezúttal hárítani. Most már voltak parázs jelenetek a gyergyői kapu előtt is, így a 8. perc legelején, de az eredmény továbbra is 0-0. Ezt láthattuk, hogy a mérkőzést aktívabban kezdte a GHK, hogy az utóbbi percekben a sportklub is elkezdett éledezni, és sikerült helyzeteket kialakítani Kuk kapu előtt. Ugye szó esett Kukról, hogy milyen parádés teljesítményre képes, azért ne feledkezzünk meg Maxim Szamankovról sem, aki a tavalyi rájátszás során 95% fölött volt a védési hatékonysága, és bár az alapszakasz során nem igazán ment neki, és lássuk itt egy jó kis helyzet Bíró Tamás előtt, Kuk a lepkéssel lekapja, de hétvégén, bár az alapszakasz során Szamankovnak nem ment úgy a nem olyan mutatói voltak, mint amelyiket sokan elvártak volna tőle, azért a Galac elleni hétvégi második mérkőzésen megmutatta, hogy van benne spiritus, 97% fölötti hatékonyságot mutatott, igaz. A hétvégi két mérkőzésen a sportklub teljesen más szellemben hokizott, mint azt azelőtt láthattuk tőlük. Itt pedig a rájátszásban már végképp máshogyan kell játszani, mint az alapszakasz során. Ugye döntő fontossága a védekezés, illetve a kapus teljesítmény. Egy-egy csapat ott nagyon meghatározza, ez így les lett volna itt egy kiugrás. És lássuk ezt a Szamankovot, pedig a lába között bebőrölik Szent Amant a gólszerző, és a 8. percben vezetéshez jut a gyergyói HK. Visart Kujás engedte ki a kéken a korongot,
és miközben próbálta megmenteni a helyzetet, estébe egy rossz megoldást választott, innen jött a kontra és a szóló, a Samankov ezt nem tudta hárítani, és 1-0-ra vezet 8 perc után a gyergyói HK. Ugye azt is szokták mondani közhelyeken az edzők, hogy a hibákat kell minimalizálni, ha esélyt akarnak faragni maguknak. Az ilyen hibák nem megengedettek rájátszás során. De itt lehet válaszolni, és Kuk nagyon szépen fogta, a sakmatra próbálták kijátszani ezt a helyzetet, Köszönjánó, illetve Rokai Norbert és Részeg. De picit Köszönjánó közel került a kapuhoz, nem tudta már onnan szépen zárni, kikorcsolyázó Kuk mellette előni a korongot. És negyedik sor is a jégen természetesen a Sportklubnál. Ilyes, és nagyon szépen próbálta meg Sándor Zoltán megjátszani egy keresztpasszal, csak a címzethez nem ért el a korong. Gecse Olivér, Gyergyó harmadik sorával szemben a Sportklub negyedik sora. Jobban mondva inkább ilyen kevert sor van fenn a gyergyói részről. És a Sportklub negyedik sora bőven teszi a dolgát. Sikerült a gyergyói támadásokat a lehető legfentebb fent el kaputól messzébb tartani. Most pedig mind a két csapatnál sorcsere volt, ezért is volt a kapu mögötti koronglaposgatás. Kuljás megint át elnéz egy paszt, Samankov ezúttal a botossal kellett védjen. Rubol Szent Amant volt, aki próbálkozott, megint ő megy a korongért. Sőt, ez egy csilingelő kapuvas, Koskirántá. Nagyon szépen felültették Sportklub védelmét a gyergyói játékosok. Szent Amant, illetve Koskirántá voltak a főszereplők, és hogy nem született gól, az a hazai kapuvasnak köszönhető. Ebből a szempontból egy-egyre állnak a felek, hiszen Komsznak is volt a negyedik percben egy vasa, mert ezt a játékot is, mint legtöbb csapatsportágot gólra játsszák. És jöhet megint Szent Amant. Ez itt a Farkast sikerült otthagyja, hosszú beellőtt korongja nem volt jó, mert nem volt pontos Troncsinszki. És azon ritka játékosok közé tartozik a gyergyói HK-nál, akik meccs per pont átlaggal büszkélkedhetnek ebben a szezonban, hiszen nem mellesleg védő létére sikerült 26 pontot termelnie, 5 gól, illetve 21 gólpassz mellett. A gyergyói csapatból még egy játékosnak van meccs per pont átlaga, az a mai nap hiányzó Joe Basaraba, aki 19 pontot termelt, 6 gól, illetve 13 assziszt mellett. Ezzel szemben a Sportklubnál azért jóval többen vannak, akiknek sikerült a meccs per pont átlagot hozniuk. Ez ilyen Bece, Blackwater, Yellowhorn, vagy éppen Combs. De azt is lehetett tudni a párharc előtt, hogy a liga legnagyobb támadó potenciállal rendelkező csapata, azaz a Sportklub, a liga egyik legjobban védekező
alakulatával méri össze erejét, ez pedig a gyergyói HK. És itt lenne a mérkőzés első kiállítása. Blackwatert sikerült elkaszálnia a palánk melletelekes darabont Hunornak, és ezért jár a 2 perc, amikor beérünk a 12. percbe. Egyértelmű kiállítás volt, a játékvezetők, mind a két főbíró keze azonnal lendült a magasba. És akkor lássuk az első emberelőnyös helyzetet. Taratuhinnak sikerül elhúzni a bulit, és fel is áll a sportklub. Fodor, Taratuhin, Gulyás és Jordan Cook. Nem sikerült se Bíró Tamásnak, sem Papp Szabolcsnak megfelelően takarnia a 32-es messzámmal védő kapust, és így csemege volt ennek a korongnak a lekapása. És egy újabb buli következik a gyergyői harmadból. Azt is kell tudni, hogy a sportklub az alapszakasz során a legnagyobb arányban használta ki az emberelőnyöket, 28,78%-kal. A gyergyói HK az ember hátrányos védekezés tekintve a negyedik volt a ligában, 79,85%-kal, de ezek a lövések nem fognak célra vezetni. Ezeket Kuk nem fogja bevenni, hogyha nincs mozgás, nincs takarás előtte, akkor nehéz lesz őt megverni. És lassan fél perc, több mint fél perc eltelt ebből az ember előnyből. Két Kuljás lövést láthattunk, illetve két Jordan Cook védést. Megint Kuljás, és ezúttal megvan a kipattanó. Csak Bíró Tamás nem tudott odaérni, és odaért, csak nem úgy jött ütőre a korong, és Szamánkov ezúttal, akinek védenie kell. Szigeti Ákos volt, aki meglódult ezzel a koronggal, megpróbálta kelemetlen helyre a botos oldalra ellőni. Sor cserél értelemszerűen mind a két csapat. Szabó Pál Krisztián fog odaállni a GHK-tól bulizni, de nem tudja elhozni Blackwaterrel szembe. Blackwater amúgy is nagy százalékba tudja elhozni a bulikat, és nagyszerű indítás, de ez így lesz. Állítólag Yellowhorn fonákkal lőtt át a pályát, nem hiszem, hogy lesz lett volna. A játékvezetőknek van minden alkalommal igazuk, az történik a pályán, amit ők diktálnak. 52 másodperce maradt a sportklubnak, hogy valamit kezden ezzel az ember előnnyel. Yellowhorn, Wishart, és akkor most indul a támadás, Blackwater. Combs felé le a sarokba ez a passz Yellowhorntól, elsőre nem tűnt túl bizalomgerjesztőnek, de sikerült megmenteni az akciót. Blackwater, Wishart, Yellowhorn, onnan szeret lőni. Hoho, milyen szép! Combs a gólszerző! Yellowhorn egy lövőcselt bemutat, majd Combshoz passzol, aki nagyon szépen, csak finoman beleért, és a rövid felsőbe kötött ki a korong, és kihasználja az ember előnyét a sportklub. Még 22 másodperc lett volna vissza Elekes kiállításából, és érvényesíti úgymond idézőjelbe a papírformát a sportklub, és igazolja az, hogy remek az ember előnyös kihasználásuk. Igen, azt láthattuk az ember előnyben, hogy annak ellenére, hogy sikerült a gyergyói csapatot hosszú időn keresztül beszorítani a harmadba, de nem sikerült
nagyon-nagyon veszélyes helyzetet kialakítani. Talán a harmadik kulias lövés volt az, ami említésre méltó volt, és ahogy Attila is mondta, akkor már megvolt az a bizonyos takarás a kapus előtt, úgyhogy abból tudott a sportklub tudott volna megszerezni az egyenlítő találatot, azt az ember előnyös gólt. Azonban nem sokkal később ezt sikerült a kanadai légiós sornak. Hát tényleg példaértékű volt ez az akció, hiszen tudatos volt teljesen Yellowhorn passza is, egyértelműen, valamint Combs beleérése is. Talán a Brassó elleni mérkőzésen láttunk egy hasonlót tőlük, akkor viszont nem lett ebből gól az első hazai mérkőzésen, de most nézzük, egy 2-1 elleni akció részeg az, azonban aki próbálkozott középre tenni a korongot, azonban a gyergyói hátvéd, aki nem más, mint Ferenc Csibi Róbert nagyszerűen vetődött a korong útjába, így tökéletesen zárta a passzsávot, és már a lövés sem tudta elengedni részeg abból a szögből. Most egy újabb távoli próbálkozás Sándor Zoltán részéről, kapu előtt azonban Kuk könnyedén tudja hárítani ezt a lövést a bárdal, és a kapu mögötti védőhálóba köt ki a korong. Mérkőzés 14. percében járunk, amikor szeretett volna a sportklub cserélni, azonban a vezetőbíró ezt nem engedte meg. Állítólagosan neki már fent volt a keze, és akkor már ugye nem cserélhet a sportklub csapata, hiszen fel is voltak állva már a bulihoz a felek. Ezt reklamálta Jason Morgan egy pár szóval a játékvezetőnél, azonban a bírók ezúttal is hajthatatlanok voltak, és visszaküldték a cserélni igyekvő játékosokat, úgyhogy a sportklubnál továbbra is maradt a negyedik sor. Sándor Zoltán az, aki a sarokba próbálja megszerezni a korongot, azonban vele szembe Ferenc Csibi védekezett nagyszerűen testtel, kihasználva a testi fölényét, a gyergyói hátvét, és most sikerül cserélni a sportklubnak, illetve a gyergyóiaknál is, ha jól látom, akkor egy játékos sikerült lecserélni, és Fodor Csanád az, aki középre játsza Bíró Tamás irányába a korongot, azonban Kuk nagyszerűen szúr ki a bárdal, így oda a lehetőség, majd egy távoli kúliás lövés, ami céltéveszt. Taratukin próbálja kapura tenni a korongot, azonban ez is elhal a blokkba. Most Troncsinszki az, aki beemeli Szamánkov kapujára a korongot. Ez mindkét oldalon tökéletes lehetőség a cserére, a bedobás az a sportklub harmadába fog következni. Ebből az első, szűk első harmad, első negyed óra után levonhatjuk azt a tanulságot mindenképp, hogy a gyergyói oldalon a Koszkiránta Szenaman csatárpáros az nagyon-nagyon veszélyes, hiszen a gólon kívül, ugye, amit Sean Szenaman szerzett, Koszkirántának még volt egy kapuvasa, és azt a helyzetet is ők ketten hozták össze, illetve, ha jól emlékszem, még volt egy veszélyes Koszkiránta lövés, amit Szamánkov tudott védeni talán még a mérkőzés első percébe. Úgyhogy ők mindenképp nagyon veszélyesek, és nagyon oda kell figyelni, míg a túloldalt a sportklub igyekszik nyomás alá helyezni a gyergyói harmadot, azonban ez eddig csupán egy emberelőnyös gólban sikerült, egy emberelőnyös helyzetnél sikerült gólra váltani ezt a nyomást. A többi lövést, nagyrészt távoli lövéseket könnyedén tudta fogni Kuk, illetve volt még az a Combs kapuas is a negyedik percben, arról se feledkezzünk meg a rövid saroknál, mikor befűzte a védőt, és kevés tartotta, hogy nem szerzett akkor vezetést a sportklubnak. Gyergyóiak hozták el a bulit, és egy távoli lövés is volt a harmadvonalról, jól láttam, akkor Ferenc Csibi volt az, aki elengedte ezt a löketet. Továbbra is a gyergyőtökön volt a korong, egy lövés a rövid sarokra, azonban ezt könnyedén tudta fogni Szamánkov, majd egy elhamarkodott indítási kísérlet. Részeg részéről így jön vissza a buli a sportklubos harmadba, hiszen tilos felszabadítás volt a túloldal. Trokaj már nem érhette el ezt a korongot. Sikerül most kihozni a harmadból a korongot. Ugyanaz a részeg volt, aki
elhozta és meg is támadja a gyergyói hátvédet a saját harmadában, is eredményes is ez a letámadás, hiszen a Rokai ütőjén van a korong és egy újabb visszahúzás gyergyói részről. Megvan a második kiállítás is, a sportklub játékosai azt reklamálják, hogy a gyergyői csapat nem vette birtokba a korongot, úgyhogy nem kellett volna ezt még lefújni, hiszen 6-5-ben rohamozhatott volna a sportklub. Az újabb kiállított, az pedig a 8-as számú Barabás László. Hát itt van a második lehetőség is a sportklub előtt, 3,5 perccel az első harmad vége előtt, hogy megszerezze a vezetést. Fel is jön az első sor. Ezúttal Yellow Hornál oda bulizni, nem Blackwater, Blackwater pedig hátul várja lövésre ezt a korongot. Azonban a kanadai indiánnak nem sikerül elhozni a bulit, és fel is szabadítanak a gyergyóiak. Szamánkov kapuja mögé kerül a korong, kikorcsolyázik a fehér orosz Harold is, Visártnak tovább itt Yellow Horn, őt próbálja zavarni az egyik gyergyói csatár, ki nem más, mint Tero Koskiranta. Koskiranta és Szenamán azok, akik megpróbálják ezt az ember hátrányt kivédekezni csatárposzton a gyergyóiaknál, a két legtapasztaltabb játékos a csapatból. Hátvédsorban is látom Troncsinszkit, tehát abszolút a legjobb játékosait küldte be Szilasi Zoltán erre a hátrányra kivédekezésre, legalábbis az első felére sikerül most megszerezni a korongot. A harmadban Rokai az, aki bent van a négy észak-amerikai légióssal együtt, azonban nem sikerül bent tartani játékszert, és most már a gyergyóiak jöhetnek. Nagyszerűen tartja kapu mögött a korongot a gyergyói csatár, így a társak elmehetnek cserélni, sőt most már Szennamán is le tudott korcsolyázni a jégről, így jöhet a sportklubnál a második előnyös sor, illetve a gyergyóiaknál a második számú sor, aki megpróbálja kivédekezni ezt az emberhátrányt. És egy újabb kiugrási lehetőség, miután Kújásnak nem sikerült megszelidíteni a harmadvonalon a korongot, azonban ezúttal jobban figyeltek a sportklubos játékosok, és megakadályozták ezt a kiugrási lehetőséget. Taratukin az, aki beviszi a harmadba a korongot, azonban ez rövid ideig sikerült bent tartani, és ez egy les helyzet, hiszen Bíró Tamás még nem volt kikorcsolyázva a harmadból, és Fodor visszavitte a korongot. Még 16 másodperc van hátra a gyergyői kiállításból, és jön vissza ismét az első számú ember előnyös sor. Ezúttal ebben az ember előnyben a sportlóm nem úgy muzsikál, mint a korábbiban. Gyakorlatilag helyzeteket sem tudott kialakítani a gyergyői kapu előtt. Nagyon jól megoldották a feladatot a piros-fehér mezesek, és hamarosan letelik Barabásnak a kiállítása, és már Szamánkov bőszen ütögeti a jeget is. Salló, és ezúttal fel van a jégen Barabás, 5-5-ben a csapatok, Visárt, gyergyói játékost talált a nyakon, háton, Ferenc Csibi személyébe. És egy komsz lehetőség, és Mamuttal véd, ezúttal Kuk, Ferenc Csibi mellett tudott elmenni, bár a vezető bíró jócskán bezavarta képbe, úgy a csatárnak, mind a védekező játékosnak. Komsz, Györfi le a sarokba, Yellow Horn kereste volna, de Yellow Horn elhagyja, a korongot elengedi. Nem tud a gyergyői csapat felszabadítani. Ha ez egy felelőtlen passz Komsztól, és már fordulhat a GHK. Közben ők is elmennek cserélni a csapatnak fele. Blackwater kiemeli a korongot, huha! Troncsinszki egy picit elnézte a korong ívét, Fodor Csani pedig pont akkor fordult, váltott irányt. Juha, egy újabb kiugrási lehetőség, Taratuhin, Taratuhin, és Kuk megfogja. Fonákkal próbált emelni Taratuhin, így a harmad vége előtt 2 másodperccel, a buli pedig ott lesz
a gyergyói harmadban. 20 perc játékidő után, most már így 2 másodperccel a vége előtt kijelenthetjük, hogy egy-egyel fog véget érni ez a harmad. Gyergyó kezdett jobban, Sportlube picit lassabban rázódott bele ebbe a mérkőzésbe. Komsz kapuvasat szerzett majd egy kiugrás után. Szólóba Szentamant, mattolt a Szamankovot. Innentől kezdve Sportlube picit megrázta magát, emberelőnyben majd megrázta volna, közben Szólóba azért, vagyis az oda-vissza játékba, Koskirántának azért volt még egy kapuvasa, emberelőnyben pedig a Sportlub egyenlített. Inkább küzdelmes, mint színvonalas ez a mérkőzés, hát rájátszásról van szó, erre is lehetett számítani. Negyed óra múlva jövünk vissza a második harmad eseményeivel. Persze játékidő után 1-1-re áll a Csíkszerdai Sportklub Gyergyói HK mérkőzés. A 8. percben Szentamant szerezte meg a gyergyói csapatnak a vezetést egy szóló után, amelyet a 13. percben Komsz nullázott le idézőjelbe egy emberelőnyös találattal. Időközben más helyszíneken is elkezdődtek a mérkőzések. Brassóban egy harmadnyi játékidő után némi meglepetésre 2-1-re vezet a Vasas, míg a Ferencváros Mac mérkőzésen 3. percben megszerezte a vezetést a Mac HKB Újbuda. De mi lassan figyeljünk ide erre a mérkőzésre, hiszen másodperceken belül bedobják, útjára indítják a korongot a második 20 percre. Az első 20 percben látottakkal sem lehet panaszunk. Azért az érződik, hogy ez egy rájátszásbeli mérkőzés. Bőven tapogatóznak a csapatok. Próbálják egymás játékát kiismerni. Feszesebb mind a két alakulat. Hogy aztán mi lesz, az majd elválik. Most egyelőre lássuk azt, hogy Blackwaternél van a korong, és ő hozta volna fel a támadást, és lesz egy kiállítás. Blackwater fog kiülni a büntetőpadra, Szabó Pál Krisztiántnak térdelt oda a térdére, és azon nyomban magasban a játékvezető keze. És ül ki 2 percre büntető padra. És átkerül a buli a Szereda harmadába. 5-4 ellen folytatódik a játék, 19 másodperc telt el ebből a második játékrészből, és lehetőséghez jut a gyergyói HK. Podlipnik
koskirántá, és sikerül felállniuk a vendégeknek, és közben elmozdul a kapu, ezért áll a játék. A sportklubnál Kulyás, Papszabi, Bíró Tamás, illetve Andrej Taratuhin van a jégen, a vendégeknél Podlipnyik, koskirántá, Szabó Pál Krisztiánt látom, Szent Amantot, illetve ha jól látom, akkor Troncsinszki az ötödik játékos, és ha már megemlítettük, hogy a sportklub a legjobb a ligában az előnyös játékot tekintve, akkor azt is el kell mondjuk, hogy a gyergyói HK ebben a mutatóban a legrosszabb, mindössze 14,40%-os a mutatójuk, és érdekességek is, párhuzam. A 2018-2019-es idényben az alapszakasz során a gyergyói HK volt az, amelyik a legjobb hatékonysággal használta ki az emberelőnyöket, míg a sportklub volt az egyik leggyengébb a ligában, két év alatt fordult a helyzet, és egy perc maradt még Blackwater kiállításából, és eddig nem tudott maradandót alkotni a gyergyói HK, és ezúttal is a korong kicsorog a védő harmadból, esélyt adva a cserére, legalábbis Andrej Taratuhinnak sikerült lemenni, John Anthony Combs jön helyette be a jégre, most pedig Silló Arnold, aki összeszedi a korongot, most kirántá. És most úgy néz ki, hogy sikerül felállniuk a gyergyóiaknak, ez egy bőven mellé csorgó korong, Podlipnyik volt, aki megpróbálkozott, és itt egy Szavankov nagyon szépen jött ki zárni a szöget, és előtte nagyon jól ment a takarítás, annak ellenére, hogy volt kipattanó, és Blackwaternek pár másodperce van még a kiállításból, itt viszont az egy zicser, és puha, mekkora mentés, Jelohorn a gólvonalról szedte ki ezt a korongot, Szavankov úgymond idézőjelbe verve volt, és Jelohorn egy óriási mentés, hogyha jól láttam, akkor Troncsinszki volt, aki bevitte a korongot, szemtől szembe kerülve Szavankovval, és akkor két és fél perc intenzív játékon vagyunk túl, és a buli átkerül a gyergyői harmadba. Igen, rögtön az óriási gyergyói helyzetet követően átkerült a játékszer a gyergyói harmadba, és innen csak tilos felszabadítást tudtak ütni, idézőjelben a piros fejérek, így visszakerült a korunk kukkapuj elé, ez most ismét megtörténik, így továbbra sem tud cserélni a gyergyői csapat, habár ha jól látom, akkor az előny utolsó másodperceiben már összejött nekik a cserélés, úgyhogy még nem fáradt ez a sor annyira. Egy óriási, bődületes helyzet volt a gyergyóiak előtt. Egy kipattanót követően már-már az üresen tátongó kapura tették a korongot a gyergyói játékosok, azonban egy hatalmas Jelohorn mentést láthattunk a gólvonalról, Szavankovon átjutott a korong, azonban Jelohorn figyelni tudott és menteni a gólvonalról, és hogyha már az előző kiállításról beszéltünk, akkor kicsit kritizálnám a játékvezetés, szerintem ők azok, akik még egyáltalán nem nőttek fel ennek a playoffnak a szintjére, hiszen az első harmadban is több bizonytalanságot láttunk az ő részükről, most is a harmadot nagyon gyengén kezdték, hiszen Blackwater kiállítása nyomán a sportklub nem volt a korong birtokában, ők ennek ellenére lefújták a játékot, úgyhogy egy hasonló helyzet volt az első harmadban és a második gyergyói kiállítást megelőzően, akkor sem volt birtokban még a korong, és ők elhamarkodva belefújtak a dologba, úgyhogy nekik is még szokni kell ezt a rájátszást, és fel kellene nőni a feladathoz, hiszen nélkülük nem tud annyira látványos lenni a játék, illetve az ő hibáik el szürkíthetik, eltarkíthatják a játékot.
Na de tovább nem is foglalkoznék, a játék vezetése a gyergyói csapat van benne a harmadban is. Pánce az, aki egy az egyben megkaphatta volna Silló átadását. Silló nagyszerűen vette észre a társat, hogy egyedül robban be. Középen és a sarokból igyekezett is megjátszani őt, azonban a félmagasan érkező korong elszállt Pánce botja fölött, így már nem tudott lövésig eljutni a szlovén csatár. Ugye Erik Pánceről beszélünk, akinek van egy sokkal híresebb bátyja, legalábbis híresebb volt, hiszen most már a hazája bajnokságában pallírozódik Zsiga Pánce, de éveken keresztül megfordult az osztrák pontvadászatban, illetve a cseh extraligában is szerepelt egy szezonon keresztül. Közben a sportklub igyekezik egy támadást vezetni, Bíró Tamás az, aki bedobja a harmadba a korongot, a túloldalt ketten is rástartolnak, azonban nem sikerül megszerezni azt, a gyergyóiak hozzák ki a saját harmadukból a korongot. Most már ismét a sportklubos botokon a játékszer, Blackwater volt az, aki szemfülesen szerzett korongot, azonban nem tudott pontos paszt adni a csapattárs irányába. Ezúttal viszont egy nagyszerű kiugratás volt Komsz irányában, aki azonban rosszul kezelte le a korongot, így ő sem jutott el helyzetig. Küzdelmes eddig ez a mérkőzés, kiegyensúlyozott küzdelmes a mérkőzés. Úgy néz ki, hogy egyenlő felek párharca folyik, közben egy újabb ütközés volt a gyergyói harmadban, az egyik gyergyói játékos maradt le pár másodpercig a jégen, reklamálták is a kiállítást, és most egy életveszélyes korong, Visárt volt az, aki nem figyelt, és közé járt egy öngólhoz, az ő botjáról pattant Szamánkov kapuja irányában a játékszer, és most a túloldalt egy hasonló helyzet, Yellowhorn próbálta Cook korcsolyájára ráütni a korongot a kapu mögül, ez sikerült is, azonban a korong az kifele pattant, nem a kapu fele, de Kuk egy pillanatra megijedt, és most egy lövés, amit Rokaj blokkolt szerencsétlenül testtel, és egy másodpercig lenni is maradt Rokaj Norbert, azonban gyorsan felpattant, a játék azonban továbbra is a sportklub harmadában van, reméljük, hogy nem okozott sérülést ez a löket Rokajnak. És közben Szamánkov fogja a korongot, és egy ütközés a kapu előtt. Visárt volt az, aki próbálta védeni a kapusát, és az egyik gyergyői csatárt taglózta le. De ezt ezekben a helyzetekben a játékvezetők is picit lágyabban veszik ezeket a helyzeteket, hiszen kapus védésnek számítanak ezek a helyzetek, és így ritkán jár belőle kiállítás, csak ha nagyon-nagyon erőlteti a védő, hogy leütközze a csatárt, akkor szokták ezt befújni, és egy újabb távoli löket Podlipnik részéről, ami az egyik sportklubos játékos ütőjén irányt változtatott, azonban Szamánkov résen volt, és fogni tudta ezt a korongot is. Kihasználja a sportklub ezt a lehetőséget a cserére, lemegy a negyedik sor, és ha jól látom, akkor a második ötös fogat érkezik, igen, Bíró Tamással, Fodorral, valamint Taratukinnal elő, illetve Pap Szabolcs és Kújás a hátvéd sorba. El is sikerül hozni a bulit Taratukinnak. Fodor az, aki nem figyel, és Kújás passzával nem tud élni. Az orosz hátvéd idegesen a jégre is csapott, hogy a társ nem figyelt eléggé. Van ismét Fodor, az, aki próbál letámadni a gyergyói harmadban is megszerezni a korongot, ez ezúttal nem sikerült. Azonban a középső harmadban nagyszerűen dolgozik Bíró Tamás, és Fodor Csanád segítségével ez már összejön. Túloldalt egy kemény testjáték lett volna, Pap Szabolcsot próbálták elválasztani a korongtól. A gyergyóiak közben Fodor éles szögből rövid sarok irányában megkínálja Kukkot, aki azonban védeni tud teste. Kosz kiránta az, aki felhozza most a korongot gyergyói oldalról, be is viszi a harmadba Komsz mellett, azonban a hátvédek figyelnek és megszerzik a játékszert, és indulhat is a gyors sportklubos kontra. Komsz az, aki elenged egy hosszú sarkas lövést, ezt védeni tudja Kuk, a kipattanó ismét a sportklub belé került. Blackwater volt az, aki kapásból próbálkozhatott a kipattanót követően, azonban ezt is védte még Kuk.
közben egy keresztpassz, és egy kapu elé beérésre tett korong Visart volt az, aki kereste Yellowhornot a kapu előtt, meg is találta Yellowhorn ütőjéről, azonban centikkel a kapu fölé pattant a korong. Hasonló lett volna ez a találata az első sportklubos gólhoz, hiszen az is egy kipattanóból született, vagyis egy ilyen beleérős passzból született. Akkor Yellowhorn volt az előkészítő és Komsza befejező, ezúttal Yellowhorn befejezőként volt ott a kapu előtt, de minimálisan elkerülte a kaput ez a löket. Némiképp nyílcsisakos harc alakult ki itt a második harmad első felében, hol a Gyergyői HK, hol a sportklub igyekszik dominálni a játékot. Helyzetek is adódnak bőven mindkét kapu előtt. Kuk, illetve Szamánkov is mutatja, bizonyítja rátermettségét. Most pedig egy tilos miatt kerül vissza a buli a sportklub harmadába. Blackwater fog odaállni Bíró Gergővel szembe, az ex-csíki, illetve brassói csatár pedig elhozza a bulit, és pedig már Kozma terelgeti a játékszert. Benedek le a sarokba, ott pedig Blackwater van. Most sikerül birtokolni a sportunknak a korongot. Komsz felé az irány, passz, és Mamuttal tud védeni Cook. És rendre Komsz, Blackwater vagy Yellowhorn megtalálja azokat az üres réseket a Gyergyói HK védelmébe, amiből ritmusból tudnak indulni. Addig viszont nem járt sikerrel egyik próbálkozás sem, most pedig Farkas Tamás keresi Rokaj Norbertet. Rokaj, Farkas le a sarokba, senkinek, úgymond üres zónába ment a passz. És ez így, akarom mondani, tilos lesz, de nem, mert Keszenyánu be fogja érni a korongot, annak ellenére elméletileg nem számíthatott volna erre. Nagyon harcias Rokaj korongszerzés. Keszenyánu, Keszenyánu, és még mindig nála a korong. Ez így nem talált kaput ez a lövés, egy őrfi. Berendezkedik egy picit a sportklub a Gyergyői harmadba, így és sorcseré menet közben a sportklub. Gecsét próbálják, próbálta fejes testtel el választani a korongtól. Most van Gyergyői ütőkön a korong, és ez így hat játékos volt a jégen. A sportklubtól kiállítás lesz. Jason Morgan csóválja a fejét, túl sok játékosért a jégen jár a 2 perces kiállítás. És ha jól láttam, akkor Szabó Zsolt Ákos volt, aki beugrott, majd kiugrott a jégről. És akartam mondani, hogy ő lesz, aki letölti, de nem ő, hanem Gecse Olivér ül ki a büntetőpadra, és egy újabb ember hátrány a sportklubnál. Ez a második ebben a játék részben. Az első még rögtön az első másodpercekben történt, akkor Blackwater ült ki a büntetőpadra. Nagyon szép kiugratás, Biro Tamás nem tudott ráfordulni a kapura. Nagyon szépen állt a útját ott a Gyergyői játékos, csak fonákkal tudott emelni. És már sokat gyára láthattuk a sportklubtól az ilyen típusú indításokat, amikor két ember között, két vendégjátékos között van egy berobbanó érkező játékos, ezúttal is ez történt. Koskirántá, és nem sikerül
felállni a Gyergyónak. Visszatett korong nem volt pontos. Koskirántá ügye bajjal, Kuljás és Bíró Tamás szorításában meg tudta tartani a játékszert. Most állnak fel a piros-fehér mezesek. Troncsinszki, Podlipnyik, Koskirántá, keresztpassz, Troncsinszki pedig eltöri ezt a korongot. Podlipnyik csak egy lövőcsel, és rosszul döntött. Kuljás várta volna, hogy Bíró Tamás is menjen vele, de Tamásban már nem volt annyi szusz, hogy ezt végig tudja vinni. És a buli nem a gyergyői harmadban lesz, hanem a semleges zónában harmad előtt. Kuljás lövésébe ott sikerült beleírnie a gyergyői játékosnak, és mégis beviszik a harmadba. Valószínű, hogy azért döntött így a játékvezető, vagy bírálta fölöl a vonalbírót, meg kapura tartó lövésről volt szó. Visárt, ott a kipattanó, és Rokaj elől a bárdal baseballos mozdulattal Kuk arrébb terelte a korongot. És most már Páncen a sor, hogy vezesse a támadást. Komsz ezt is sikerül megoldani a sportklubnak egyelőre. Szépen ölték a játékot Pánce, Visárt vele szembe, és meg is van a korong. Picit sokat várt Visárt, de Salló ki tudja ütni a korongot, sőt, Blackwater felé megy az indítás. Szigeti. Ez így a Farkas Tamásé, és Gecse Olivér már a jégen. Ezt az ember hátrányt is nagyobb izgalom nélkül kihúzta a sportklub, és ez egy nagyon sunyi Blackwater lövés, takarásból, lábak mellett. Egyetlen egy probléma volt, hogy nem talált kaput. Kivédekezte a második ember hátrányt is a sportklub ezen a mérkőzésen. Ezúttal talán a gyergyói csapat úgy igazi helyzetig sem jutott, talán az egyedüli helyzetecske az Troncsinszki besült lövése volt, besült kapás lövése. A sportklub viszont tudott veszélyeztetni egy alkalommal, és most el sikerül hozni a bulit. Visárt, Kompszot játssza meg. Kompsz egy nagyszerű keresztpaszt Yellowhorn irányába, azonban a kanadai csatár ütőjéről ezúttal sem kerül be a kapuba a korong. Elkerülte minimálisan. Kaput szemei vannak ezeknek a korongoknak, nagyon jól találják egymást az észak-amerikaiak. Kiemelkedő Kompsz játéka is, aki pár másodperccel ezelőtt még emberhátrányba szerzett korongot a saját harmadában, most pedig feljött és öt az öt ellen is folytatja tovább a játékot. Energikus, koncentrált, jó játékot látunk a 97-esünktől. Blackwatert sikerül leütközni, majd Kompsz igyekszik törleszteni egy picit, de mindkét ütközés szabályos volt, így játékvezetők sípja néma maradt egész mostanáig, amikor is egy tilos felszabadítást fújnak be. Így a gyergyői kapu elé fog visszakerülni a buli. Hát igazi playoff mérkőzés ez a mai, ahogy már mondtuk, annak ellenére, hogy az iram az nem túl magas, de küzdelmes, és mindkét csapat próbál maximálisan odafigyelni a védekezésre. Ilyen is egy hibás bulizás volt ez most Taratuhin részéről, hiszen korcsolyával hozta el a bulit, jogosan megállította a vonalbíró. Ezt a helyzetet is meg fogják ismételni a bedobást. Taratuhint figyelmeztették is, de ő másodszorra is elhozza a bulit, azonban Kólyás már nem tudja bentartani a harmadba, így a középső harmadból építkezhet újra a sportklub. Ismét a román-orosz kettős állampolgár Taratuhin az, aki behozza a harmadba a korongot, Fodor tette tovább azonban. Bíró Tamás megmozdulása ezúttal nem volt jó. Próbálta visszajátszani Papp Szabolcs irányába a korongot, azonban rövid volt ez a passz, és a gyergyóiaknak sikerült is lefülelni. Ismét Fodor az, aki nagyszerűen veszi ki a korongot a palánk mellől, és Papp Szabolcshoz továbbítja. Bíró Tamás, Fodor,
Fodor egy rövid cselt húz meg, majd Andri Taratukin, aki éles szögből tudott már csak egyet kapura lőni. Ez nem jelentett gondot Kuknak, hiszen zárta a rövid sarkat, és nagyszerűen a melvédővel tudott védeni a Gyergyói csapat kanadai hálóőre. 5 perc még az első harmadból hátralévő idő, és egy ütközés a palánk mellett. Barabás volt az, aki nagyon rosszul talált el ez az ütközés, és feljel előre a palánknak ütközött, azonban felállt a gyergyói csatár, és folytatja a játékot. Közben egy korongszerzés Gyergyói oldalról a kapu mögött. Azonban most már sportklubos botokon van a korong, sőt, egy 3-2-ben megugrás is lehetett volna, azonban pattogott ez a korong, és Rokaj nem tudta megszelidíteni, sőt, el is vesztette ezt a korongot, és már kell iszkolni vissza. Köszön János az, aki eleges Hunort támadja meg, és sikerült is a korongtól elválasztania. Köszön János is nagyszerűen játszik a mai mérkőzésen, energikusan sokat korcsolyázik, és határozott játékkal próbálja segíteni a társakot. Most egy veszélyes helyzet a sportklub kapuja előtt, egy pattogó korong került kis hiány Szabó Krisztián elé, azonban Szabó Krisztiánt elsodorták a védők, és közben Kuk kapuja elmozdul, az egyik visszaigyekvő védő, visszasegíteni igyekvő védő vesztette el az egyensúlyát, és Kukkal együtt ütötte el a kaput. Fejes Nándor volt az, aki igyekezett vissza, hogy a 2-1 elleni helyzetet megakadályozza, hiszen a sportklub 2-1-ben ugorhatott volna ki, ez sikerült is neki, azonban nem tudott már lefékezni, és így Kukkal együtt sikerült a kaput is kiütni a helyéről. Áll a játék, nem tudom, hogy a játékvezetők azt nézik-e, hogy a kapu a helyén van-e, vagy a korongot keresték egész mostanáig, amit a sportklubos harmadban sikerült megtalálni nekik, és igen, jogosan a gyergyói harmadból lesz a bedobás, hiszen a gyergyói játékos volt az, aki kimozdította a kaput, tehát sportklubos játékos a környéken nem volt, úgyhogy hiába reklamáltak a gyergyóiak, hogy a harmad elő kellett volna legyen a bedobás, ezúttal nem volt igazuk. Hosszan kijutatják a korongot, és a játékvezetők úgy látják, hogy Yellowhorn nem szerette volna ezt megjátszani, hogy tilos felszabadítás legyen, így jogosan továbbot intettek, egy hosszú korong, amire rástartolnak a sportklubos csatárok. Komsz az, aki megtartja ismét a korongot a gyergyói harmadban, és meg is találja a hátvédtársát, Sallót, azonban Salló nem a legjobb megoldást választotta. Ismét Komsz, aki Visárthoz játsza vissza. Visárt egy takarásból elengedett magas lövés, bele is törött ebbe az ütője, úgyhogy le kell menjen cserélni. Ezben a gyergyóiaknak sikerült megszerezni a korongot, és indulhat a GHK újabb kontratámadása. Koszkiránta és Szenaman, illetve Szabó Krisztián, tehát az első sor az, aki bent van és próbálkozik. Szabó tesz egy tiszteletkört a sportklub harmadában, azonban a korong az kijut a harmadból, és ezúttal Troncsinszki volt az, aki beleütött a korongba, és szándékos lesz után visszaviszik a korongot a gyergyői harmadba, és onnan következik majd a bedobás. Közben a vonalbíró Salló Arpál segítségével összegyűjti a törött botot. Megosztották a munkát ők ketten. És a sportklub második sora jött erre a bedobásra. Míg a gyergyói csapatnál is sorcsere volt. És ott is a második számú alakulatot látom. Páncével, Sillóval, valamint Szigetivel a csatársorban, és a harmadik sor hátvédeit láttam, és közben egy kontratámadás lett volna a gyergyói oldalon, azonban ebbe közbefújnak a játékvezetők, és ha jól látom, akkor egy gyergyói kiállítás fog következni, visszahúzása, bottalakasztása, az ítélet. Értetlenül nézi a gyergyói játékos, ha jól látom, Kozma az, aki ki fognak állítani, nem Silló Arnold lesz a kiállított játékos, értetlenül nézte Silló ezt az ítéletet, azonban a játékvezetők ezúttal is hajthatatlanok. Közben Kuk mozdította ki a kapuját, és jelzi, hogy az előző ütközést követően nem került teljesen a helyére, és segédeszközökre is szükség lesz, hogy újra rögzíteni lehessen a kaput. Ez gyorsan meg is történt, a pályamunkások közbeavatkoztak, úgyhogy nem lesz hosszabb szünetem miatt, így 3 perccel a második harmad vége előtt 1-1-es állásnál
kettő percig emberelőnyben játszik a sportklub, ez a harmadik alkalom, hogy emberelőnybe kerülnek a kékfehérek, ugye az elsőt sikerült kihasználni Komsz lévén, egy nagyszerű kombináció volt Yellowhorn és Komsz között, amit az Egyesült Államok beli csatár tudott gólra váltani, a második emberelőnyben viszont már korán sem volt ennyire meggyőző a sportklub játéka, most azonban a bulit követően sikerül felállni, és egy passz volt a kapu elé. Jól láttam, akkor Papp Szabolcs irányába próbálták előre játszani. Ezt a figurát már láthattuk a hétvégén két alkalommal is, hiszen Papp két gólt is szerzett, és mindkettőt ugyanebből a figurából szerezte, hogy a kapu előtt megérkezett ő, és a kapu mögül előretett korongot kapásból próbálta bejuttatni a kapuba. Ezúttal azonban nem tudta ellőni a helyzetet. Egy újabb lövésletet korong, Kújásnak azonban figyelnek az orosz nehéz tüzérre. Szenamán volt az, aki blokkolni tudta az orosz hátvéd lövését. 1 perc 17 másodperc maradt vissza még ebből a sportlubos emberelőnyből. Értelemszerűen mind a két csapat szakvezetése kihasználja ezt a szuszanásnyi időt, és sorokat cserél. Sportlubnál Yellowhorn, Rokaj, Blackwater, Wishart, illetve Komsz van a jégen. Ők próbálják valahogy begyömöszölni Cook kapujába a korongot. Yellowhorn, Komsz, fel is áll a kék-fehér alakulat, és kapu előtti pozícióba ezúttal Rokaj Norbert áll be. És Cook nagyon szépen nyúlt ki a bárdal, és megzavarta ezzel Komszt, hogy nem tudta azonnal adni a teljesen ülesen álló Rokaj Norbert felé a korongot. Blackwater harmad vonal előtt az adogatás, és itt elhal az akció, sőt, kontra lehetőség. Pánce kifelé fordult, de Yellowhorn nem a legjobb megoldást választott. Most a sportklub oldalánál egy kontra lehetőség, Komsz inkább a biztonságos választotta a kockázatos keresztpassz helyett, és berendezkedik a sportklub. Igaz, most már 10 másodpercük maradt vissza ebből az ember előnyből. Komsz, Wishart, és ez a lövés megpattan, és nem jelent egyáltalán veszélyt Cook kapujára, és ebben a pillanatban kiegészül a GHK 5-5-ben a felek, és tömeges csere jelenet mind a két részről. Fodor Csani. Bíró Tamás. Kulyás eltűri ezt a lövést. Nem az első ilyen az orosz játékostól a mai napon. És ebből egy alkalommal probléma is volt. Most egy kisebb tömegjelenet ott Szamánkov kapuja mögött. De ebből nem lesz semmi. Mindjárt lapocsiznak a játékosok egymással, megbeszélik, hogy nem vagy már legközelebb kapsz a pufádba, de folytatódik a játék. Amúgy sem valószínű, hogy össze fognak akaszkodni a játékosok, hiszen még csak a negyeddöntő első meccse van, azt majd tartogatják a végére, hogyha túl feszült lesz a hangulat. Szabó és Papp beszélik folyamatosan a megbeszélni valót, és Kos Kiránta most elhozza a bulit, ez már a játék része. Bíró Tamás és Szabót találja meg. Taratuhin pedig kijavította a hibáját, és még egy akcióra azért bőven van idő. Fodor Csanád, keresztpassz, Bíró Tamás volt a címzett, Taratuhin. Megint egy kapu mögül visszatett korong, Papp Szabolcs, és Cook volt kipattanó, de Kuljást nagyon szépen eltakarították onnan a kapu előtt, és akárcsak az első harmad végén, itt a második harmad végén is 2 másodperccel a vége előtt áll az óra, és ugyancsak egy Gyergyő kapu előtt lesz egy bedobás. Gól nélküli harmadon vagyunk túl, vagy leszünk túl, amely az első harmad küzdelmes, brusztolós játékát picit helyenként felváltotta a nyílt sisakos harc. Gólt nem hozott viszont ez a játék rész.
és így a döntés a harmadik harmadra marad, negyed óra múlva jövünk vissza a harmadik harmad eseményeivel. Szűk másfél perc múlva kezdődik a Csíkszerdai Sportklub Gyergyói HK mérkőzés harmadik harmada. 1-1-es állásról folytatódik a találkozó a második harmadban, ugye nem született újabb találat. Az első harmadban Sean Szentamán lépett ki egyedül, egy kúlyás hibát követően is mattulni tudta Szamánkovot, bebőrözte a lábszár idők között, ütötte be a gyergyói csapat vezetőgólját a 8. percben, majd a 13. percben Komsz egy nagyszerű kidolgozott emberelőnyös figura végén tudott egyenlíteni. Jelohontó kapott forintos átadást, és ki is használta az Egyesült Államok beli csatár ezt a lehetőséget, azonban azóta csupán lehetőségek vannak, hiszen több gól már nem született. Második harmadban a gyergyői csapat két alkalommal is emberelőnybe játszhatott, míg a sportklub egyszer, de ezek mind-mind kihasználatlanul maradtak. És akkor egy érdekes adat, az első harmadban 15-12 volt a lövés aránya sportklubnak, mondhatni rengeteg lövés záporozott mindkét kapura. A második harmadban viszont visszavettek picit a felek, vagy a védelmek jobban figyeltek, és 12-6 arány volt, 12-6 volt a lövés arány ugyancsak a sportklub javára, tehát ebből a szempontból egy pici előnye van a sportklubnak, azonban ez mit sem számít, hiszen a jégkorongot, mint már említettük ezen a mérkőzésen is, nem lövésre, nem kapuvasra, hanem gólokra játsszák. Közben most már elkezdődött minden mérkőzés a rájátszásba, másik három pályán is folynak a mérkőzések. Brassóban nagy meglepetésre kétharmadot követően 3-1 arányban vezet a Vasas csapata, ez óriási meglepetés annak ellenére, hogy az idei szezonban a budapesti piros-kék alakulat már viccelte meg mind a Brassót, mind a sportklubot hazai pályán, illetve a Ferencváros csapatát is le tudták győzni már, úgyhogy annak ellenére érdekes ez az eredmény. És egy óriási helyzet közben a gyergyői kapu előtt, Blackwater volt az, aki bevitte a korongot, és igyekezett kapura tenni, azt pattogott a korong, Kukkot is érintette, majd átjutott rajta, azonban ott már nem volt sportklubos csatár, aki az üres kapuba tudta volna ezt továbbítani, úgyhogy megvan a harmad első helyzete, így az első perc vége fele, közben sorcsere mindkét oldalon, tehát mint mondtam, Brassóban 3-1 arányban vezet a Vasas, Ferencváros, Mac HKB, Újbuda a második harmad közepén 1-1, ott is az első harmadot követően McCauley találatával még vezetett a Mac csapata, azonban a Ferencváros a második harmad közepetáján egyenlíteni tudott, és közben itt van a következő óriási helyzet. Szigeti volt az, aki egy éles szögből egy hosszú sarkas lövést igyekezett elereszteni Szamánkovról. A korong a jobb kapuvas mellé pattant, milliméterekkel került el a sportklub kapuját ez a lövés, tehát ez is egy óriási helyzet volt. Blackwater lehetősége után a túloldalt is volt válasz Szigeti részéről. Míg a harmadik mérkőzés az később kezdődött jóval, mint a másik három találkozó, ott az első harmadot követően a Debrecen
hazai pályán 2-0 arányban vezet az Újpest ellen. Talán ez volt a legkiegyensúlyozottabbnak satszolt párharc, és eddig itt van a legsimább eredmény, hiszen egy harmadot követően már 2-0 arányban vezet a debreceni csapat. Közben egy tilos felszabadítás a gyergyóiak részéről, így jön vissza a buli a gyergyói harmadba. Sportklubnál a harmadik sort látom fent, Rokai az, aki odaáll bulizni. Kösenyánu, valamint Részeg van fent, hátul pedig Farkas Tamás és Györfi. Gyergyői csapatnál is a harmadik sort látom, Ferenc Csibi Róbert az, aki behozza a korongot, és éles szögből rá is teszi Szamánkov kapujára. Könnyedén fogja ezt a próbálkozást a fehér orosz román kettős állampolgárságú kapus, és gyergyői csapat ki is használja ezt a lehetőséget, hogy cseréljen. Ha jól látom, akkor csupán a három csatárt cserélték le, és bejött a negyedik sor Sárával, Elekessel, valamint Barabással. El is sikerül hozni a gyergyóiaknak a bulit, és egy veszélyes lövés Ferenc részéről, ami kevéssel kerüli el Szamánkov kapuját. És most Györfi az, aki bátran, hátvéd létére bátran előre tör és próbálja behozni a gyergyói harmadba a korongot, ezt azonban megakadályozzák a piros-fehérek. Majd Köszönjánut is elválasztják a korongtól, de Sára lövése Györfi blokkjában hal el. Így nekik sem sikerül veszélyesen kapura tenni a korongot. Ismét megszerzi a sportklubba játékszert, hosszú indítás. Rokai az, aki középen beviszi a harmadba a korongot, egy újabb les állást jeleznek a játékvezetők. Így játék megszakítás van, és a gyergyói harmad előteléből következik a buli. Egy véleményes lesállást követően, Rokai Norbert egy picit hamarabb belépett, mint Yellowhorn, de Rokai vezette a korongot. De lényegen nem változtat. Hüsárt, Komsz felé a passz. Most pedig az első sorok néznek egymással, farkas szemet. Szabó bevetett korongjára Salló fog odaérni leghamarabb. Yellowhorn palánk mellett próbálta meg elpüfölni a korongot. Ez itt egy nagy helyzet. És nagyon szépen állt oda Wishart, hogy Szent Amant lövését valahogy megpróbálja blokkolni. Sikerült is ez. A sportlop pedig nyomban sort cserél. Második ötös fogat érkezik a jégre, a gyergyónál marad az első sor a jégen. És Koskiránte és Andrei Taratuhin néznek egymással a farkas szemet. Az orosz honosítottunk elhozta a bulit. Koskiránta finom paszt akart adni Kozmának. Kicsit erősebbre sikeredett a kelleténél. Les miatt ki kell korcsolyázzanak a kékfehérek. Kulyás. Köszönjánó felé lett volna az indítás. És nagyon gyorsan cserélgeti a sorokat a sportklub. Köszönjánó nagyon fontos korongszerzést. Nagyon szépen zárt vissza. A GHK nem lett belőle komolyabb probléma. Podlipnik volt, aki megakadályozta a sportklubot abba, hogy bajba hozza Kukot, most pedig már is a piros-fehérek fordulnak. Csilló. Részeg, aki nagyon jól védekezik Szigetivel szembe. Egymás után kétszer is. Részeg lekorcsolyázik, elhagyta az ütőjét. És a sportklubnál a harmad során először a negyedik sor fenn a jégen. Eddig nem jutottak szóhoz a negyedik sor játékosai. Cserére bedobott korong, Sándor könnyedén gyűjti össze. Salló.
próbálta felvinni a támadást, egyszerre három Gyergyő játékos gyűrűjébe találta magát, nem sok esély maradt arra, hogy sikerre vigye az akciót. Gecse Olivier, Ferenc Csibi szorításába megtartja a korongot, Sándor vissza a sarokba, és Gecse, Rasulov vele szembe, lecsúszik az ütőjéről a korong. És egy újabb kontra lehetőség, nagyon szépen zár vissza Sándor Zoltán. És Elekes hasonlóan tett, mint Sándor az előbb. Oda-vissza hokiesok technikai hibával mind a két részről eddig így a harmadik harmad elején. Felépített akciókat nem igazán tudnak vezetni a csapatok. Lásd itt egy újabb ékes példája ennek. Yellowhorn. Koms nem kapja pontosan a korongot. Blackwater. Húha, mekkora helyzet! Pap Szabolcs! Ajtó, ablak, zicserbe, mellé lő. Ennél nagyobb helyzet nem kell. És itt van egy újabb kipattanó. Mire nem volt érkező. Pap Szabi. Fodor Csanád, egy lövőcse, és egy csemege Kuknak. Bedobott korong cserére alkalmas, illetve hogy a buli, a korongot maradjon a támadó zónába, és egyrészt esélyt ad arra Kompsznak, hogy lekorcsolyázzon, és helyette feljön Bíró Tamás, Andrej Taratuhin, illetve Silló Arnold a bulinál, és egy Györfi löket, amelyet Mamuttal tudott védeni Kuk. Taratuhin, Györfi, újabb lövés, és egy újabb csemege ez Kuknak. Közben néha félszemmel figyelem a padokat is. Jason Morgan a maga szokásos nyugodtságával figyeli a jégen zajló eseményeket. Szilasi Zoltán viszont hol fellép a palánkra, hol lelép a palánkról, izgalmába. És egy újabb gyergyői támadás. Egy adott pillanatban létszám fölényes helyzetet tudtak kialakítani, de ez így a Taratuhinnél lehetne, de Kuk nagyon szépen korcsolyázik ki, és Podlipnyik már, aki nél a korong van, Fejes pedig annak rendes módja szerint dobta el a korongot, cserére hívva a társakat, Farkas, egy újabb bedobott korong, és újabb buli a gyergyői harmadba. És Bíró Tamás lekorcsolyázott, az előbbi sorból még ő volt fenn, és érkezett a helyére részeg. Most pedig Rokai Norbert áll oda a sportklubtól bulizni, el is hozza Farkas, és Kuka Bárdal. Rasulov tűnt el a részeg mellett. Farkas újból le a sarokba, újból nem talált célt. Részeg. Aha, ide-oda, dadogó, pattogó korong. Nem egy szép játékot láthatunk most a csapatoktól. Farkas, jön a lövés, és Keszenyánu Ferenc Csibi mellett nem tudott odaférni, hogy megfelelően zavarja Kukot a kilátásban. Közben a Brassó szép itt a Vasas ellen, feljön 3-2-re. Harmadik harmad elején emberelőnyben Péter Balázs a gólszerző, érdekesség mind a két brassói gól emberelőnyben született. És itt pedig Blackwater ugyan elhozta a korongot, de Misárt valahogy ügye baja bent tartja. Yellowhorn nem tudott kibújni Troncsinszki mellett, és itt ez egy kontra lehetőség. Szabó, és húha, mit hagyott ki Szentamand?
Szabó Pál Krisztián önzetlen volt, hatalmas paszt adott a kaputorkába Szent Amannak, aki nem tudta belöbbölni a korongot Szamánkov ketrecébe. Ugyanakkor a helyzet volt, mint a hazai oldalon a Pap Szabolcsé. Ebben a tekintetben is egyenlőre állnak a felek, ami ezt a harmadot játékrészt illeti. És mekkora védés! John Anthony Combs volt, aki Fodor Csani kapu mögül visszatett korongját, azonnal húzta a kapura, és te korongvesztés Silló, és a kipattanó pedig a bíró Tamásé. Fodor Csani lendületét elveszítette, és nem tudta továbbvinni a korongot. Karatujin, Kuljás, és beemelt korong, nem sok jót tartogat az ilyen. Két óriási helyzetet láthattunk az elmúlt percekben, azonban gól továbbra sincs. Befagyott a 13. percben az eredményjelző, továbbra is egy-egyet mutat. Először Pap Szabolcs előtt adódott egy óriási zicser lehetőség, nagyszerű passz kapott a kapu mögül, azonban nem tudta kapásból belőni kapuba a korongot, majd a túloldalt. Szabó Krisztián volt az, aki már kihagyhatatlan helyzetbe hozta az egyedüli gyergyói gólszerző Sean Saint Amantot, azonban a kanadai csatár ezúttal nem volt annyira pontos, mint a mérkőzés elején, így elmaradt a gól. Közben egy gyergyói kiállítás, Rokai Norbertet akadályozták meg a piros fehérek a harmadban, és a kiállított játékos az Bíró Gergő, 61-es számú Bíró Gergő. Ez a harmadban az első kiállítás, mikor már túl vagyunk a harmad derekán. Így újabb sanszot kap a sportklub a gólszerzésre. 5-4 ellen rohamozhatnak Jason Morgan tanítványai. Be is jön az első emberelőnyös sor, amely négy észak-amerikai légiósból, valamint Rokajból áll, mint már megszokhattuk ezt. Rokai az, aki a kapu előtt próbál zavarni, és az észak-amerikaiak pedig próbálják kavargatni a szituációt. Ez meg is történik. Sikerül beszorítani a harmadba a korongot. Visart beleérésre tett lövés, amivel Rokai bele is tud szúrni a kapu előtt, azonban a korong nem jut túl kukkon, és a gyergyói hátvédek, ahogy azt tanítják, egyből takarítanak a kapusuk előtt, hogy nehogy kipattanó legyen véletlenül, és abból gólt tudjon szerezni az ellenfél. Továbbra is marad mindkét oldalon ugyanaz az összeállítása. Igen, nem cserélt egyik edző sem, hiszen csupán 18 másodperc telt el ebből a kiállításból. Közben egy korong, ami kikerült a gyergyői harmadból. Yellowhorn ütője mellett csúszott ki a korong, ő pedig visszavitte, és így jogosan szándékos lest ítélnek a játékvezetők, így a bedobás visszakerül a sportklub harmadába. Kilenc és fél perc még a hátra levő idő a harmadik harmadból, és ha már ilyen állás van, akkor azt is el kell, hogy mondjuk, hogy az Erste Liga szabályzata szerint a 2018-19-es szezontól kezdődően a rájátszásban egyáltalán nincsenek büntetőlövések, tehát addig fog menni a játék, amíg valamelyik csapat betalál, tehát 20 perces hosszabbításokkal folytatódik a mérkőzés, hogyha egyenlő állással fejeződik be. Ezt 4-4 ellen fogják a felek lejátszani, de eddig még sok van, hiszen még fele a harmadik játékrésznek hátra van. Közben Saint Amant szerez korongot a sportklub harmadába, és próbál kellemetlenkedni emberhátrányba, ez sikerült is neki, azonban a túlerő legyőzte őt, így már ismét jöhet a sportklubos támadás. Richard Blackwater a kapu elé beleérésre, ismét sikerül beleérni Combsnak, azonban ezúttal Cook is résen volt és figyelt, és ki tudta tenni oldalra a veszélyes korongot. Ismét Blackwater, közben a gyergyóiak igyekeznek cserélni, és ez így van, les volt, hiszen Combs megakadályozta volna Blackwatert abba, hogy bevigye a korongot a harmadba, így muszáj volt felemelje a lábát, és így jogosan les volt, hiszen semmilyen testrésze nem tartózkodott a kék vonalon kívül az észak-amerikai csatárnak. Még fele hátra van ennek a kiállításnak, cserélt a sportklub is, jön a második előnyös sor.
Fodor bíró Taratukin, Kúlyas, valamint Pap Szabolcs az, aki a kapu előtt zavarni fog. Fodor be is viszi a korongot is. Egy az egyben megpróbál egy lövést a rövid sarok irányában, azonban Kukk ezt hárítani tudja, egy újabb löket Kúlyas részéről a harmad vonalról. De ezúttal sincs gól. Fodor bíró, és talán most picit megnyugszanak és próbálnak felállni. Pánce az, aki próbálta Kúlyást megzavarni, de az orosz hátvéd, tapasztalt hátvéd higgadtan tovább tette a korongot. Itt azonban egy belepiszkálás, így Taratukin ütőjéről kijön a korong. Nagyszerűen szúrt közben a gyergyói hátvéd. Bíró Tamás az, aki sarokba megtartja a korongot, majd Fodorhoz játszik. Fodor egy újabb lövés a rövid sarok irányában, ezt vállal tolta ki Kukk. Ez is nagyon jó volt, ez a Fodor löket is rendszeresen megpróbálja a rövid felsőt célba venni a sportklub tízese. Nem sok hiányzott, hogy beakadjon ez a löket is, azonban Kukk utolsó pillanatban még vállával hárítani tudta ezt a próbálkozást. És 2 másodperc múlva ki fog egészülni a gyergyói csapat. Farkas az, aki hátul marad és figyel is, hogy Bíró Gergő nehogy ki tudjon ugorni, a visszajön a büntetőpadról. És így van, meg is szerzi Farkas a korongot, azonban egy könnyelmű passz Ijés irányában, tehát a negyedik sportklubos sort látjuk ismét a jégen. Így már a gyergyóiaknál van a korong, azonban sikerül Ijésnek ezt megszereznie, nagyon harcias volt. Ijés Tamás is a saját korongjára rá is korcsolyázik, hogy ne legyen tilos felszabadítás, ezt sikerül is elérni neki. Nagyszerűen játszik Ijés Tamás is a második harmad folyamán. Megdicsértem, köszönni Annut, aki nagyszerűen, energikusan, sokat korcsolyázva játszik a harmadik sorba, tehát ő mindenképp erre a playoffra jobban felpörgött, mint az alapszakaszban, amit láthattunk tőle. Ugyanezt talán elmondhatjuk Ijés Tamásról is, a negyedik sor fiatal centere. Nagyszerűen áll bele ebbe a mérkőzésbe, többször láttuk a kisebb termet ellenére ütközéseket is végrehajtani, és most ennél a helyzetnél is rengeteget korcsolyázott, és megakadályozta a tilos felszabadítást. Közben csere volt már, és bejött az első sor. Yellowhorn és Wishart, valamint Blackwater az, aki próbálja kihozni a korongot a sűrűből, ez nem sikerült nekik, és már gyergyói ütőkön van a korong, Gergyónál is az első sort látom. Szabó Krisztián, Szenamán, Koszkiránta a csatársorba, Koszkiránta épp a finn csatár az, aki kapura teszi fonákkal a korongot, azonban ez nem jelentett gondot, hiszen nem volt erő ebben a lövésben, és most egy kidobott korong, amire Combs korcsolyázik rá, és tilos felszabadítást fújnak a játékvezetők, annak ellenére, hogy Combs igyekezett a korongot elérni. Ez nem sikerült neki, így tilossal folytatódik a mérkőzés. Kevesebb, mint 7 perc a harmadik harmadból hátra lévő idő. Közben a sportklub megpróbált egy játékost cserélni és cserét lopni, úgymond. Ez azonban nem sikerült, a vonalbírók figyeltek, és vissza kellett jönni a lekorcsolyázó sportklub játékosnak. Közben egy sérülés miatt megtörtént egy csere, hiszen Yellowhorn kellett lekorcsolyázzon, és a palánk mellett ápolásba vette már Bakner Doki. Fodor Csanád jött be az ő helyére, de most már, mivel kint van a koronga sportklubos kispadon, ezért teljesen le lehet cserélni ezt a sort. Ez megtörténik a gyergyói oldalon is, ott is bejön a második sori Silló az, aki odaáll a bulihoz Taratukinnal. Az orosz-román kettős állampolgár center elhozza a bulit, mint meg annyi szor eddig, azonban Bíró Tamás felszabadítása rövid, sikerül a gyergyóiaknak bent tartani a harmadba a korongot. Ismét Bíró az, aki a palánk mellett próbált Kúlyás passzával kibújni, ez sikerült is neki, és most már ő hozhatja a középső harmadba a korongot. Taratukint játsza meg, aki egy csel után ismét Bíró Tamást keresi. Majd Fodorhoz jut a korong. Fodor egy keresztpasszal próbálkozik, hiszen Kúlyás volt az, aki a kapu elé bekorcsolyázott hátvéd létére, és kérte a pakkot. Pap Szabolcs lövés, ami kipattan Fodor elé.
ajtóablak helyzet volt, Zitzerben volt Fodor Csanád az üres kapuval szembe, a pattogó korongot, igaz, pattogott a korong, tehát nem volt könnyű helyzetben, nem tudta kapura tenni, a rövid sarok mellett zúgott el a helyzet, ez már a harmadik óriási lehetőség ebben a harmadban, 2 a sportklub előtt, 1 pedig a Gyergyői csapat előtt adódott, és egy újabb Fodor lövés a hosszú sarok irányában, azonban ez a lövés is elmegy a kapu mellett. Közben sorcsere mindkét oldalon. Sportklubnál bejön a harmadik sor. Györfi az, aki próbálta a kapu mögött, saját kapuja mögött megszerezni a korongot. Ez nem sikerült, de a társak kisegítették. Részeg Zsolt, aki beviszi a Gyergyői harmadba a korongot, és sikerül visszaszerezni, miután elvesztette. 1-1 volt Részeg Kukkal szemben, azonban a lövésébe utolsó másodpercben beleblokkolnak a gyergyóiak, így felpattan a korong a védőhálóra. Nagyon izgalmas perceket élhettünk át az elmúlt időszakban. A sportklub igyekezett a gyergyői korongeladásokat minél jobban kihasználni, több lehetőség is adódott. Kuk teszi a dolgát, és ha ő is, de megtörtént már több alkalommal, hogy nem ért el hozzá a korong, hiszen az előtte a védők nagyszerű takarítást rendeznek, és így 5 perc, 5 másodperccel a vége előtt, így a harmad vége előtt továbbra is 1-1 az állás, haladunk az idővel. Salló és Kuk felugorva fejvédővel próbálta és fejelte ki, közben a Brassó kiegyenlített a Vasas ellen, Cody Fowley a harmadik brassói gól szerzője, míg a Ferencváros a második harmad végére 3-1-es előnyre tett szert, míg Debrecenben a második harmad elején 3-0-ra módosul az állás, itt pedig egy kiállítást reklamálnak a gyergyói kispadról. Szent Amant volt, aki palánknak ütközött. Blackwater, Salló, leütött korong Blackwatertől, de nem ért célt. Koskirántá képes váratlant húzni, megteszi ezúttal is, 3 szeredai próbált meg befűzni. Fejes, Szent Amant, és ez egy Podlipnik lövés, saját csapattársát találja el. Most a DHK-n van a sor, hogy sportklub harmadába próbálkozzon. Innen sikerül felszabadítani a kékfehéreknek, Keszeniano nem tudta lekezelni ezt a Wishart paszt. És akkor Fejes, ugye egy makacs sérülésből jött vissza a Fejes, és folyamatosan építi fel magát, építette fel magát. Ez egy kockázatos keresztpassz, azonnal le is fülelték a gyergyóiak. Makacs sérülést éltem a váll sérülésére, amilyen volt neki. Puha, mekkora passz lett volna, Andrej Taratuhin megnyúlva, megpróbált megnyúlni és elérni ezt a kúlyás átadást. Nem sikerült neki, és ez így tilos lesz. Szigeti próbálta meg befogni, de Kuliás már tempó előnyben volt. És akkor sor cserél a sportklub, megpróbált friss ötöst behozni a jégre, Jason Morgan, és örömmel konstatáljuk, hogy Colton Yellowhorn újra a jégen van. És Buckner Doki helyre rászta, Blackwater, és hol a korong, és ott a gól, Blackwater a gólszerző, John Anthony Combs, illetve Blackwater hozták össze ezt a találatot, amikor 2 perc, 30 másodperc van vissza még ebből a játékrészből, nagyon szűkös az idő, ami a GHK
rendelkezésére áll. Ilyen szempontból mondhatni, hogy a legjobb pillanatban juttatta vezetéshez Blackwater a sportklubot. És akkor lássuk Szilasi mestert, mihez fog kezdeni. Biztos vagyok benne, hogy ha egy percen belül nem sikerül válaszolni erre a góra, akkor küszöbön lesz az időkérés. Azért még a játékvezetők tartanak egy kupak tanácsot. Két főbíró beszél meg valamit. Megnézik, hogy a gólhelyzetet. Minden bizonnyal azt nézik meg, hogy Komsz, amikor hátulról ledarálták, akkor kukkot akadályozta-e, becsúszott-e, kisles volt-e. Egyáltalán, hogy kuk akadályozva volt-e abban, hogy megmentse ettől a találattól a csapatát. Csak lássuk Varjo Árpád, illetve Wolf Lászlót, hogy milyen döntést hoz. És akkor Császár Hunor a titánok játékosának az édesapja mutatja vissza, hogy mi is történt ott a kapu előtt. Igen, mivel Komsz aktívan játékba avatkozott a kapus előterébe, ezt próbálják megnézni most a játékvezetők szerintem, hiszen róla került át a korong Blackwaterhez, aki a hálóba juttatta a korongot. Továbbra is tart a videózás. Tanácskoznak a játékvezetők. Nagyon fontos döntés előtt állnak, hiszen akár el is döntheti ez az első mérkőzés sorsát, ez a találat, hiszen csupán 2,5 perc van már vissza a harmadik harmadból. Úgyhogy ennek rendes módja szerint a Varjo-Wolf páros meg is hányja veti ezt a dolgot, és izgatottan várjuk mi is a döntést, amit fognak hozni. És gólt adnak, igen, tehát megadják Blackwater találatát, és tényleg ki kell emelni Anthony Combs teljesítményét is ennél a gólnál, hiszen nagyot küzdött a kapu előtt a sportklub 97-ese, illetve Yellow Hornot se felejtsük el, aki a Blackwater lövés előtt nagyszerűen szolgálta ki a csapattársát. Ő hozta helyzetbe Blackwatert az első lövésnél, úgyhogy mindketten rádolgoztak erre a gólpasszra. És akkor megvan a sportklub második találata, közben Fodor Csanád viszi be a gyergyói kapu mögé a korongot a sarokba. Ott van jó helyen a korong, míg a Gyergyónál feljött az első sor. Koszkiránta most az, aki megszerzi a korongot, és próbálja is elvinni Kújás mellett. Kújás nagyszerűen testtel blokkolja a tapasztalt finn csatárt. Sikerül a Gyergyónak behozni a korongot. Szabó Krisztián, valamint Szent Amán küznek hatalmasat, azonban sportklubos részről sikerül kiütni a korongot, és kapura is megy ez a felszabadító löket, úgyhogy így a tilos felszabadítás is elmaradt. Pap Szabolcs volt az, aki kitette a harmadból a korongot, és egy újabb felszabadítás, ami Komszig jut elő. Szabóval küzd hatalmasat, hát egymást nagyszerűen lefogták, azonban jött a harmadik nevető, harmadik Blackwater, és ő megszerezte a korongot. Továbbra is egy erdőjű kapu mögött a játékszer. Blackwater és Komsz az, aki próbálja távol tartani a gyergyóiakot. Ez sikerül is egyelőre. És már csak 1 perc és 10 másodperc a hátra lévő idő. Egyelőre még a kapusát sem tudta lehozni a gyergyó, hiszen nem tudja saját harmadába kényszeríteni a sportklubot. Esetleg ez most sikerülhet. Egy kiugrás Páncer részéről, és egy óriási gólt ragaszt Szamánkov kapujának bal felső sarkába a szlovén légiós. Egy pillanatig nem figyeltek a sportklub védői, Salló és Visárd között ugrott ki Erik Pánce, és határozottan ki is lőtte a felső sarkot, tehát ez védhetetlen lövés volt. Úgyhogy 1 perc, 1 másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt
ismét egyenlít a gyergyói csapat. És egyelőre a sportklubnál tanácstalanságot látok, hogy melyik sor fog feljönni a jégre. És ha jól látom, akkor visszajön az első sor. Így van, Combs Yellowon, Blackwater, Sallow és Wishart azonban. Egy időkérés lesz, a gyergyói csapat kikérte az idejét, így egy perccel a vége előtt. Van megbeszélni való mindkét oldalon bőven, hiszen döntetlen állás van, 2-2. Az eredmény, a gólszerzők sorba Szenamán a 8. percbe vezetés szerzett a gyergyói csapatnak, ezt Combs egy emberelőnyös találattal a 13. percbe egyenlítette ki, majd hosszú-hosszú gólcsend következett. Akkor az 57. percben Blackwater 2-1-es vezetéshez juttatta a sportklubot, és szűk két perccel később Erik Pance egyenlítette ki ismét az állást, tehát 2-2-ről folytatódik a mérkőzés, semmi sincs eldőlve, egy igazi playoff csatát láthatunk, úgy, ahogy erre számítani is lehetett, nagyon szoros mérkőzés van, és közben folytatódik a mérkőzés, lejárta az időkérés, Combs a félpályán, aki Yellowon próbálja megjátszani, azonban Szabó Krisztián lefülelte ezt az átadást, most már Sallow az, aki a sarokban megszerzi a korongot, azonban elcsúszik a sportklub 55-öse, és egy lövés, amit csak szabálytalanság árán sikerül megakadályozni, azonban úgy láttam, hogy góltól mentette meg csapatát John Anthony Combs, így jogos ez a 2 perc. 38 másodperccel a vége előtt Sallow csúszott el a sarokba és elveszítette a korongot, ezt próbálta a gyergyói csapat kihasználni. Szabó Krisztián elé került a korong, aki már-már rajtóaglak helyzetben volt Szamánkóval, azonban John Anthony Combs hátulról megakadályozta őt a lövésbe, így jogos ez a 2 perces kiállítás, el is hozza a gyergyó a bulit, még 1/2 perc, Troncsinski. Egy keresztpassz Koszkiránta irányában, Koszkiránta ráteszi a korongot a kapura, meg is pattant ez a lövés egy sportklubos ütőn, azonban Szamánkov figyelt és ki tudta tenni a korongot. Újra Troncsinski, újra Koszkirántát kereste egy keresztpasszal, és mikor még 10 másodperc van hátra, Taratuhin az, aki felszabadít, majd Kújas a gyergyői kapu mögött támadja meg a GHK játékosait, bekorcsolyáznak, és ez már csak egy távoli lövésre volt elég. Vége is lesz a harmadik harmadnak a rendes játékidőnek, közben még a sportklubos cserepad előtt akadt némi megbeszélni valója Troncsinskinek, valamint Kúliásnak, de a játékvezetők hamar közbeavatkoztak, és nem lett ebből nagyobb csetepati, így 15 perc szünet után folytatjuk egy újabb teljes 20 perces harmaddal, amikor is 4-4 ellen fognak játszani a felek. És első harmada, ahol szabályok szerint az első gólig, ugye aranygólig tart a küzdelem. 4-4 ellen fognak a felek küzdeni, azaz 4-3 ellen lesz ez, hiszen a sportklubtól John Anthony Combs még 1 perc 20 másodpercig a büntetőpadon kell, hogy üljön, hiszen az utolsó percben egy óriási lehetőséget akadályozott meg Szabó Pál Krisztiánnal szemben. Kellett közbeavatkozni az Egyesült Államok beli csatárnak, és ő ezt meg is tette, azonban csak szabálytalanul tudta így. Bedobással folytatódik most már középről lassan a mérkőzés, és 1 perc 21 másodperc, ami még hátra van ebből a kiállításból. Erőszakosan Szenamán meg is támadja a papszabolcsot, hogy tudja megszerezni a korongot, ez sikerül is neki, úgyhogy pillanatokon belül feláll a gyergyó, és meg is volt az első lövés, Koszkiránta volt az, aki eleresztette ezt a távoli löketet, azonban Szamánkova rövid sarkon védeni tudott, és cserél a sportklub, mindhárom játékos le tudott menni cserélni, ez nagyon fontos ezekben a pillanatokban, friss játékosok tudjanak bejönni, Wishart az, aki a saját kapuja mögött van, és picit komplikálódik, és el is veszíti a vele szemben álló két gyergyóival szemben a korongot, tehát nem tudta kiütni a harmadból a korongot, egy
Újabb lövés a harmadvonalról, ezúttal Troncsinszky volt az, aki eleresztette ezt a lövést beleérésre Szabó Krisztiánnak, aki igyekezett takarni a kilátást Szamánkov előtt, azonban a fehér orosz román kettős állampolgárságú kapus hárította ezt a löketet, így még 39 másodperc van hátra. Komsz kiállításából a sportklub ismét friss embereket hozott be. Próbálja elhozni a bulit Taratukhin, ez azonban nem sikerül. Egy keresztpasszt próbáltak meg a gyergyőiak Szabó Krisztián irányába, próbáltak játszani a korongot, azonban ezt sikerült Papp Szabósnak megakadályozni, majd Taratukhin az, aki testtel próbálja elválasztani a korongtól a gyergyőiakot. Sikerül is ezt neki, és kint van a harmadból a korong. Kúliás az, aki kiütötte és el is ment cserélni, még 10 másodperc a gyergyőiak ember előnyéből, bevitték a harmadba a korongot, ez lesgyanús helyzet volt. Koszkiránt az, aki próbálkozik, majd visszateszi Troncsinszkynak, 2 másodperc még a kiállításból. És ebben a pillanatban vissza is tér Komsz a pályára, Koszkiránt a lövése sül be, majd egy újabb löket, amit elenged Szamankov, nem sokat látott ebből, azonban a korong elkerüli a kaput, nem ment kapura el az a korong, úgyhogy visszatért Komsz a pályára. Papp Szabolcs az, aki egy felelőtlen visszapaszt tett Komsz irányában, nem értették meg egymást az észak-amerikai csatárral, és egy nagyszerű keresztpassz, majd egy óriási Szamánkov védést láthattunk, hogy gyergyőiak kihasználták ezt a bizonytalanságot a sportklub védelmében, és 4-2-ben vezethették kapura a korongot. Szenamán előtt adódott egy nagyszerű lehetőség, azonban a kanadai csatár nem tudta felemelni Szamánkov mellett, kihúzta ugyan a fehér orosz kapust a kapuból, azonban nem tudta már felemelni, és egy újabb óriási helyzet. Hátul nem figyelnek a sportklub játékosai, ezúttal Visárt és Salló volt az, akik bizonytalankodtak. Most már megszerzi Salló a korongot, és megnyugtatja egy picit a helyzetet, közben cserél a sportklub, kihasználják ezt a lehetőséget. Komsz az, aki lejön helyette, Jelohorna jégen, most Visárt is elmegy cserélni. Pontatlan passzokkal, illetve lövésekkel kezdődött ez a harmad, a gyergyőiak ugye másfél percig, közel másfél percig 4-3-ba rohamozhattak, de nem sikerült betalálniuk. Lövéseik pontatlanok voltak, illetve több alkalommal a paszba is bele tudtak szúrni a sportklub játékosai, majd miután kiegészült a sportklub, talán őket zavarta meg ez egy picit jobban is. Előbb Papp Szabolcs, majd Visárt is bizonytalankodott hátul, és közé járt a gyergyó a győztes gól megszerzéséhez. Blackwater az, aki egy cselszoros sorozatba bonyolódik, 2 gyergyó játékost is átver, egy keresztpasztat a túloldalra, azonban ebből nem alakult ki újabb veszélyes helyzet. Most Györfi, Taratukhin a korong útja, közben cserél a sportklub, most már bejött Fodor Csanát, hátul kell közben figyelni, hiszen Szigeti kiugrásra készen volt, de Szamánkov figyel is és kimozdul a kapujából, így nem jutott koronghoz már a gyergyőiak csatára. Papp Szabolcs ismét, Taratukhin és Fodor az, aki fent van, most megy lecserélni Györfi. Helyette érkezik Kúlyás, Fodor az, aki egy egyéni akciót próbál meg, bedobja saját magának a korongot a kapu mögé. Azonban ez nem jár sikerre, a gyergyóiak könnyedén szerelni tudták. Rasulov az, aki ugyanezzel próbálkozik meg, mint Fodor, azonban ő sem jár több sikerre. És egy Kúlyás egyéni akció. Rokai irányába, Rokai rövid sarkas lövése, azonban elkerüli Kuk kapuját, és egy újabb keresztpassz Komsz irányába, aki első alkalommal még nem tudja beütni, de a kipattanóra nagyszerűen fonákkal beleszúr, és Kuk fölött, a fekvő Kuk fölött bejuttatja a hálóba a korongot, megszerezve a sportklubnak a győztes gólt a mérkőzés 65. percébe. John Anthony Komsz gólja a győzelmet jelenti a sportklubnak, talán rá is dolgozott erre a győzelemre a sportklub, hiszen mind a lövés számot, mind pedig a helyzeteket tekintve több volt, több helyzete volt a sportklubnak. A folytatás az ugyanitt lesz holnap 18 óra 30 perces kezdettel, tehát ugyanabban az időben fogunk holnap is találkozni. 1-0 arányban vezet összesítésben a sportklub.
Én Darvas Attila kollégám nevében is köszöntem a figyelmüket, Szabó Előtt Zsolt voltam. A holnapi viszontlátásra, viszonthallásra. Jég, kemény, hideg. Ez az én terepem, az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghát